Sziasztok! Ez a Kávé és Mink Elizabettel és velem műsorunk. Üdvözlöm mai modellünket, Fannit. Sziasztok! Illetve természetesen itt van velem kedves barátnőm, Elizabeth. Sziasztok! Fogadd a köszönöm szépen. Kávédat. El szeretném mondani, hogy mai nap egy meglepetéssel készültünk neked. Elizabeth mindjárt elmondja a részleteket. Igen, tehát múltkor bemutattuk a Szent Andrea Sky Barba az Urban Decay Backtop palettáját, és arra gondoltunk, hogy akkor Kata ezzel a palettával fog ma sminkelni. Illetve a palettához még hoztunk egy folyékony szájrúst is, ami szintén Urban Decay és Backtalk a neve. Ezt is átadom Katának. És hogy tovább fokozzuk a meglepetést, hoztunk egy Urban Decay rúzs palettát is, amit szintén bemutatunk majd nektek. Hát azt hiszem ez a csomagolás ez önmagáért beszél, gyönyörű. Nagyon különleges színek vannak benne, ez külön tetszik, ez a letakaró lemezke. Úgyhogy ezt fogjuk ma tesztelni többek között. Mivel Elizabeth ezt a márkát választotta különleges palettáival, ezért úgy döntöttem, hogy a sminknek a többi részét is ugyanennek a márkának a termékeivel fogom elkészíteni. Először ezt a Naked alapozót választottam, mivel a modellünknek, Fanninak nagyon szép, tökéletes bőre van, ezért ez a vékony, likvid textúra teljesen megfelel. Ezt vittem fel egy picit bevizezett ecsettel. Egy kis szemhéjbázis után pedig ezt a nagyon könnyen satírozható, tényleg nagyon különleges, krémes ceruzát vittem fel neki. Alulra csak egy harmadik, fölül pedig a szempillák, ameddig nőnek, nagyon finoman, óvatosan elsatírozva. Azt még nem mondtam el, hogy úgy terveztem, hogy először egy nappali sminket fogok neki elkészíteni a palettából, és meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan lehet ebből gyorsan alkalmi sminket készíteni. Tehát a nappali sminknek megfelelően szintén ez az Urban Decay szemöldök palettát használva nagyon óvatosan áthúztam, csak épp, hogy egy árnyalattal legyen sötétebb a szemöldöke. Ha még közelről nézzük, akkor is teljesen természetesnek tűnik. Nagyon tetszik ebben a palettában, hogy akár utazáshoz is érdemes elvinni, hiszen benne vannak ezek a csodálatos színek, amiből ugye, mint meg az előbb említettem, akár nappali, akár esti sminket is tudunk készíteni. Benne van két highlighter és kettő pirosító. Illetve, ami nagyon praktikus, hogy menet közben mágneses sem van benne ez a tükör, könnyen ki lehet venni, és úgy tudjuk magunkat sminkelni. A nappali sminkhez három színt választottam. Egy teljesen naturt a belső szemzugba. Igazából nem tudtam ennek az attitűdnek nemet mondani, ez egy csodálatos rozé, gold, aranyszín, és kívülre azért egy pici barnával fogom megfinomítani a szemvonalát. Középső szín, ahogy említettem már, ez a rozé van, nekem nagyon tetszik személy szerint, mert egy kicsit ilyen barackos, érdekes fénye lett így felvéve. Hogy a három színt igazából szépen egymás mellett elsatíroztam. Spirálként ezt a terméket választom, úgyhogy megnézzük, milyenek lesznek tőle a pillái. Beszélünk, ezért a highlightert csak óvatosan finoman szeretném használni. Úgy döntöttem, hogy pirosítót nem is teszek, mivel már előzőleg bekontúroztam az arcát egy finom bronzosítóval. A highlighterből először szeretnék tenni a szemöldök csontjára, amivel a barna szint egy picit még össze is satírozom. Még egy picit meg tudom fújítani. Arcára. És akkor el is érkeztünk a szájhoz, amihez ezt a letisztult, szép rózsaszín, már bemutatott rúst fogom használni.
az elkészült nappali natós minkből egy alkalmas minket fogok készíteni. Első lépésként a szemzugába fogok tenni a highlighterből, intenzíven, oda tapasztalva egy sűrű szálú ecsettel. Ezzel még jobban ki fogom tudni nyitni a szemét. Az előbb használt barna színből viszek föl, csupekerlek a tusvonalra, elsatírozva. Barna színből alulra is viszek fel, satírozva. Izgatottan várom, hogy ezt a csodálatos színt végre kipróbálhassam. Ezzel szeretnék egy banánívet rajzolni a mélyítő vonala fölé, és ezt finoman elsatírozni, amivel optikailag nagyon szépen meg fogom tudni emelni a szemét. Úgy döntöttem, hogy a modellünknek a szemöldökét is erősebbre fogom rajzolni, mivel a szemsmink most már hangsúlyosabb, elfér mellette egy intenzívebb szemöldök, illetve a divatnak is megfelel. Megakadt a szemem a palettába ezen a matt barnán, és ezt szeretném kipróbálni ma. Érdekes kicsit vöröses színe van, de a szemöldök szálai között azt gondolom, hogy nagyon különleges, extra hatást nyújt. Ezt a színt fogom választani pirosítónak, mert azt láttam, hogy ezzel az előző szemhéjfestékkel csodálatos harmóniában vannak. Azt gondolom, hogy felrakva nagyon szép üde hatást fogok adni az arcának. Következő lépés a highlighter lesz, azt gondolom, hogy itt bőségesen el fog férni egy kis csillogás ehhez a sminkhez. Először a szemöldök csontjára viszem fel, az elsatírozott pirosító felső ívére is viszek fel, és a szájához is szeretnék vinni, a kupidó ívet szeretném egy picit csillogósabbá tenni. Ezt a mély lila színt választottam, hogy a szemsmink és a rúzs harmóniában legyen egymással. Szóval elkészült a második smink is. Szeretném megköszönni Elizabethnek, hogy kölcsönadtad ezeket a csodálatos palettákat, amiket ezen úton vissza is adni. Nagyon szívesen, máskor is, de majd egy másik palettával. Így van. És szeretnék megkérni, hogy mondj véleményt a sminkről. Nagyon tetszik nekem ez a smink. A decenstől több. Látszik azért, hogy tényleg egy esti smink, egy nagyon elegáns, ami kiemeli Fanni finom vonásait. Bármilyen társasági eseményen el tudom képzelni ezt a sminket. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nektek is köszönöm, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok! Sziasztok. If you want something to hold on to, gotta find it first.